Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime and Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is drámai történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Diabolik Lovers. A Diabolik Lovers műfeltekintve a romantikus dráma, fantasy, horror és thriller kategóriába tartozik. Maga a történetünk legrösszöri játék formájában jelent meg, és 2012 valamint 2019 között több különböző PlayStation konzol játékként megjelent. Ám ezt követően 2013 és 2014 között megjelent 5 széria formájában a 7 kötetes manga kiadvány, melynek készítői között ott szerepelt Karavi, Nanjo Papiko, Shinoda Masaki és Suzaka Shina is. De legvégezetül végül az anime is megjelent 2013 és 2015 között, Takashira Shinobu és Yoshida Risako rendezők, valamint Nagatsu Seiko és Kanasugi Hiroko forgatókönyvírók által, akik összességében 2 évad formájában 2 ovát és 24 részt publikáltak. Történetünk egy 17 éves középiskolás diáklánnyal, Komori Yui-val veszi kezdetét, aki apja utasítására egy különleges villába költözik. Ám Yui, amint megérkezik új lakhelyére, hamar felfedezi az igazságot, hogy a villa lakói a legendákból ismert vámpírok. Azonban az ott élő 6 fiú, avagy a Sakamaki testvérek, Shu, Reiji, Ayato, Kanato, Laito és Subaru csupán csak gyerekeknek számítanak még a vámpírok közt is, és kezdetben maguk sem igazán értik apjuk szándékait a lány odaköltözésével. Ám hamar rájönnek, hogy ő lesz az új feláldozható mennyasszonyuk, akinek a szokásos adományokon felül más tendői is lesznek a fiúkkal kapcsolatban, mindeközben jobban elmélyedve azok múltjában és az ő feladatában is, amely nem csak a szolgálatban, de egy sokkal rejtélyesebb jövőbeni célban is elmerül, melyre csak az idő és az a közben felmerülő akadályok adhatnak választ, melyek nem csak a saját, de egyben a világ sorsát is eldöntetik, miközben a kastély lakói egyre jobban megismerik és megszeretik egymást. Összességében nekem tetszett ez a történet, amely remek háttér sztorival és szintén kiváló képi, valamint hangvilággal rendelkezett. Tetszettek az olyan fontos mellékkarakterek is, mint Cordelia és Richter. Talán egyetlen hibájaként a lezáratlan sorozatot említeném, amely ellenére is, hogyha értékelnem kéne, akkor a Diabolik Lovers egy 10/9-es alkotást tenne az én megítélésem szerint, legalábbis a kevés leleplezett fordulat, illetve a számtalan rejtélyes, elzáratlan szál miatt. Ám természetesen jó szórakozást kívánok hozzá a jövőben nektek is, és kövessetek engem a továbbiakban. Sziasztok!